Szíven szúrták és meghalt a veszprémi férfi kézilabda csapat 26 éves beállósa, két másik játékos pedig súlyosan megsérült egy éjszakai dulakodásban. A megyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a sportolókat egy veszprémi szórakozóhelyen késelték meg, amikor szóváltásba keveredtek egy másik társasággal. Marian Kozma, aki a román válogatott játékosa is volt, a kórházba szállítást követően halt bele sérüléseibe. Társa a 23 éves szerb származású Zsárko Sesum koponya alapi törést szenvedett, a 20 éves horvát Ivan Pešićet pedig veséjén szúrták meg. Őt éjszaka megműtötték, mindkettejüket a Veszprém megyei kórház intenzív osztályán ápolják. Az eddigi információk szerint egy veszprémi szórakozóhelyen tartózkodott a kézilabda csapat több tagja. Eddig ismeretlen okból szóváltásba keveredtek egy másik társasággal, és a dulakodás következtében a csapat egyik játékosát, Szélélián Belkason szúrták, aki a kórházba szállítás követően életét vesztette. Másik két játékos súlyosan sérült, őket a veszprémi kórházba ápolják. Nagy erőkkel keressük az elkövetőt. A Gazeta Sporturilor című román internetes oldal egyébként úgy tudja, hogy a veszprémi szórakozó helyen egy cigány csoport támadta kézilabdázókra. Magyarországon több városban szerveznek 16 órakor gyertyagyújtást az MKB Veszprém elhunyt játékosának emlékére.